Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. Köszöntelek tényleg, és mindenkinek csodás péntekestét szeretnék kívánni. Végre itt is vagyunk egy újabb horror videóban, amiben most egy rövidke horrorfilmet hoztam el nektek. De még mielőtt ebbe az egészbe belekezdenénk, tegye fel a kezét az, aki fél a parababáktól. Most pedig hagyja fent az a kezét, aki be akart rendelni egy elátkozott babát egy horror videó miatt. Mindenki letette? Nem már, bár most még ez az egész nem történt meg, mivel valljuk be, egy kicsikét tartok tőle, meg még hát az Ouija táblát sem próbáltuk ki, és értitek, hogyha ilyeneket csinálok, annyira, de annyira el leszek egyszer átkozva, kísértem szinte a saját sorsomat és a saját végzetemet, na de inkább most ne is beszéljünk erről, hanem arról, hogy a most következő horror filmünknek az a címe, hogy a baba készítő. Szóval tudja, hogy valami elátkozott babás téma lesz itt? Na de ezt most derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele! Azok a ruhák kellenek neki, amiket legalább egyszer is viselt. És bárhogy nézem, az ott egy kisrác, és mintha egy koporsóban lenne. Hát mi ez az egész, haver? Ez már most rosszul indul. És szüksége van a hajából is egy tincsre. Szóval egy halott gyerekből próbál majd valahogy babát készíteni? Annyira betegen indul ez egész. Ilyet szól, hogy ez vajon fog működni? Hát figyelj, a pénzét senki sem kérte vissza, szóval nagy eséllyel akkor gondolom, hogy fog. És akkor itt is van a babánk! Hát nem tetszik nekem ez az egész! Meg az sem, hogy a pincében csinálja ezt, meg valljuk be, a csávónak a kisugárzása sem. Mondd el, hogy mit gondolsz. Mondd, hogy jó! Hát, haver! És még ott van a kisrácnak a baseball kesztyűje is. Kérlek, mondjátok nekem azt, hogy nem fog életre kelni az a baba. És nem fognak körülötte mozogni a dolgok, vagy valami. Gondolom amúgy, hogy ez a nő lehet a srácnak az édesanyja, aki ugye elhunyt. Azt hiszed, hogy ez egy hülye baba. An overpriced stupid doll. Egy túlárazott baba. Szóval akkor ezek szerint ez a nő felkereste őket, a baba mágusokat, vitte oda nekik, amikre szükségük volt, a gyerek ruháit, a haját, a baseball kesztyűjét, és mégis mit akarnak csinálni? Valahogy így fognak tudni kommunikálni talán a halott kisfiúval? Vagy mi lesz az egész? Oh yeah! Ó, igen! Tudja, hogy működni fog amúgy. Don't be shy, sir. Come on. Ne félj, gyere csak ide. És ennél parában ezt nem is lehetett egyszerűen mondani. És persze, hogy gombol vannak a szemei. Persze, mi másból is lennének. Hogy remeg a... Ne csináld! Ne csináld! És megfogja a kezét, és hirtelen kisfiúvá változik! Fú! It's my baby. Az én gyerekem ő! Na jó! Nagyon hiányoztál nekem! Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből az egészből mégis mit fognak kihozni. De szerintem mások azt a babát babának fogják látni, nem pedig a srácnak, vagy nem tudom. Elég érdekes ez a koncepció. Mondja is a csávónak, aki nem hitt benne, hogy látod, ez csak egy túlárazott baba mi, és most már ismételten egy baba, nem pedig a gyereke. Oh
Annyira hátborzongató ez az egész. Biztos, hogy fel vagyunk erre készülve? Put that thing down, Jenna. Let's take a moment and think this through. Already did. Here's the other half. Ki is fizeti a másik felét a csávónak? Szerintem amúgy a Pali a nőnek lehet a férje. Most valami olyasmit mond, hogy ebben a házban van csupán a szellemnek az energiája, hogyha pedig kiviszi a babát a házból, akkor az csak egy sima baba. Na de, a házukban pedig a nőnek a gyereke. Milyen durva lenne, hogyha valóságban is létezne ilyen, aztán ki tudja, értitek. Csak nem vagyunk benne ebben az egész világban. De nem, ilyen nincsen. Vidd vissza a házba, és ott is van a gyereked! Kapnak ugye ez egészhez egy ilyen használati utasítás féleséget, a férfi pedig egyből kérdezi, hogy miért hiszem úgy, hogy ez a használati utasítás tele van egy csomó figyelmeztetéssel. Az idős úriember pedig egyből csupán egy van benne. Na de az mégis mi lehet? Mégis minek az a homokóra? Ne töltsetek vele több időt sohasem, mint ameddig lepereg a homok. Miért ne? És amint lepereg, vissza kell rakni a babát egy egész napra a dobozba. De nem tűnik amúgy az a homokóra olyan nagynak, szóval szerintem csak ilyen 5-10 perces lehet, nem? Vagy lehet, hogy egy órás? De ez akkor is nagyon fura, és ez az egész nagyon meg fogja variálni ám a dolgokat. És mégis mi történik, hogyha nem teszem vissza? Fun to use, but dangerous to abuse. Ignore this rule, and you'll start losing it. Aha, ez az egész olyan, mint egy drog. Nagyon könnyen rá lehet függni, és hogyha nem teszik azt, amit mondott nekik a babakészítő, abból bizony hatalmas nagy bajok lesznek, és elveszítik a babát, meg szerintem a saját életüket is. Azt fogod hinni, hogy a baba egy igaz dolog. Még azt is el fogod felejteni, hogy te felbéreltél engem, és hogy elkészítettem neked ezt a babát. Hát ez a Pali valamit nagyon, de nagyon tud. Your mind will bury what needs to be buried and fill in the blanks that need to be filled to keep the lie alive. Teljesen bele fognak őrülni abba, hogyha ezt az egészet megszegik. Of course, if any of this happens, it's not my responsibility. Because you have been warned. De hát ez az egész ugye nem fog megtörténni, mivel figyelmeztettelek titeket. Mibe, hogy meg fogják szegni, és rá fognak függni a babára, és nem fogják visszarakni egy napra? Egyre rosszabb ez az egész. Most pedig megint ez a tipikus horrorfilmes kép, hogy boldogság van, meg minden. Egy darabig, utána pedig kezdődnek az akciók. Repül a repülő. De most... mi van a babával? Nem nagyon tűnik nekem úgy, mintha ez a kisrác lenne, vagy lehetséges, hogy ez a csávó igazából valahogy átmanipulálta az agyukat, és csak azt hiszik arra a babára, hogy az ő gyerekük. Nagy eséllyel szerintem ez történt. A férfinek már nagyon, de nagyon nem tetszik az egész, és hogy elhanyagol már mindent a felesége. Nagyon, de nagyon ráfüggött erre. Tudja, hogy ebből baj lesz. Ready? And here comes another one. Meg amúgy lelkileg sem tesz jót ez, hogy egyszerűen így sohasem fogja tudni elengedni
a halott gyermekét, és egyszerűen nem fog tudni tovább lépni. Bárhogy nézem, ez az egész sehogy sem jó. Morning. Jó reggelt! You up all night with him again? És egyszerűen már nem is foglalkozik a férjével sem, meg semmi. Már megint egész éjszaka ébren voltál. Szóval figyelmen kívül hagyják a homokórát? Teljesen ő már belebolondult. Emlékezz arra, amit mondtam neked a temetésen. Hogy az élet tud nagyon galád lenni. Totálisan megőrültek mindketten. Ez az egész hülyeség. Megszegték az egészet, és már ebben nem is hisznek. És már nem is látják a babában a gyereküket, hanem csak egy baba van ott. Na de, akkor az a baba ellenük fog fordulni, és el fog valahogy tűnni. Brutális következménye lesz ennek az egésznek. Azt tuti! What's it gonna be, Jenna? What funeral? Mégis milyen temetés! Már a nő azt is elfelejtette, hogy meghalt a gyereke. És hogy akit ott etett, az igazából nem a gyereke. You need to put that thing back in the box. Vissza kell raknod azt a valamit a dobozba. It's not your son. Én nem teszem vissza a fiamat. Egyetlen egy szabályt kellett volna betartanotok, és még az sem jött össze. Stop it! Oh, you're hurting me. So are you. Bántasz engem. Mégis mit csinálsz? Kiviszi a házba, hogy megmutassa neki, hogy komolyan az a baba igazából nem a gyereke. Na jó, most libabőrös lettem teljesen. A nő is babává változott. De szerintem a férfi teljesen megőrült, ugyanúgy, mint a nő. She was losing it. I didn't know what to do. So I... Elveszítette a feleségét, és a felesége is meghalt. Tudta, hogy az lesz ennek az egésznek a vége, hogy a Pali is megfog. De nem is ott halt meg, mert itt még él. Azt mondja, hogy elvágta a nő az ereit. Szóval a csávó azt ott csak halucinálta szerintem. Vissza szeretném kapni. Szükségem van rá. I'll need a set of clothes she wore at least once. Ne! Not wash them. Egy olyan ruhája kell neki, amit már viselt a felesége. Szóval nagy eséllyel meg fogja keresni ugyanazt a csávót, és fog neki fizetni, hogy a feleségéből is csináljon egy babát. Annyira rá lehet függni erre az egészre. Illetve még szükségem van hajából is egy tincsre. Olyan szomorú ez az egész, és úgy sajnálom, hogy így ér véget. De várjál már! A nő itt pedig már nem baba! Szóval ezek szerint már sokkal hamarabb a nő meghalt, és amit láthattunk az előbb, az már nem is a felesége volt, hanem csupán a baba. És már megkérte a férfit, hogy csináljon a feleségéből egy babát. Működik felnőtteknél is az egész. Senki nem kérte vissza a pénzét, szóval igen. Most egy ilyen visszatekintést láthattunk a homok órában, hogy a Pali bizony felkereste ismételten a csávót, és a feleségéből is babát csináltatott, mivel hát megölte a felesége magát, mivel egyszerűen nem bírta elviselni, hogy ez történt a gyerekével. Fú, hát nehéz egy ilyen után bármit is mondani, mindig baromira szoktam imádni ezeket a rövid horrorokat, de ez egyszerűen kimagasló volt. Olyan komolyan ki volt dolgozva ez egész, és olyan váratlan volt, egyáltalán nem számítottam arra, hogy egy ilyen meg fog történni. Le a kalapom az írók előtt, akik ezt az egészet kitalálták, brutálisan jó volt,
baromira élveztem. Nagyon, de nagyon remélem, hogy ti is. Hogyha tetszett nektek ez a sztori, meg ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, meg az Instagram oldalam, plusz a webshopom, meg a gameplay csatornám is ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. És akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, mert találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!